Kedves hagyronállások, nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Arról szeretnénk beszámolni, hogy a mai tudásunk szerint továbbra sincs a városban koronavírussal fertőzött lakos, illetve nyilván sokakhoz eljutott a hír, hogy egyrésztről egy folyamatos fertőtlenítése zajlik a városban működő idősellátó intézményeknek, és ott is arról tudok beszámolni, hogy gyakorlatilag ezek az intézmények nagyon jól vizsgáztak. A tegnapi napon került miniszter úrnak a bejelentése, ahol külön fog válni a Budapestre vonatkozó szabályrendszer és a vidékre vonatkozó szabályrendszer, ami nyilvánvalóan könnyítéseket tesz lehetővé a vidéki lakosság számára. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív irány, és abban bízok, hogy az a munka, amit az elmúlt hónapokban, az elmúlt jó másfél hónapban elvégeztünk, az érdemlegesen megmutatta az eredményét, hiszen valóban nánáson nem kell ilyen problémával küzdenünk. De ahhoz, hogy az egészségügyi vészhelyzet után azt a gazdasági részt is próbáljuk mérsékelni, azon kellett dolgoznunk az elmúlt időszakban, hogy erre is válaszokat tudjunk adni. És elkészült az a gazdasági csomag, amelynek három része van. Van egy szociális lába, van egy önkormányzatot érintő lába, és van a gazdasági életre, a gazdasági társaságokra, a városban működő gazdasági egységekre vonatkozó lába. Nyilván azt szeretném megerősíteni, hogy az elmúlt időszakban tett kormányzati intézkedések azok hathatósan segítik mind az önkormányzat, mind a gazdasági társaságoknak a túlélését. Mi szeretnénk ehhez a kormányzati intézkedéshez kapcsolódva tovább olyan intézkedéseket tenni, ami egyébként egyrészt ezt segíti, másrészt pedig azt teszi lehetővé, hogy a hajdunálási vállalkozások, hajdunálási illetőségű emberek minél több forráshoz tudjanak jutni ezekből az intézkedésekből. A szociális rendszerünknek a kapcsán három olyan intézkedést szeretnék bejelenteni, ami már részben korábbi döntésekre alapul. Az egyik az, hogy a lakásvásárlások törlesztési moratórium az vonatkozik kérelemre az önkormányzati részletre vásárolt lakásokra is. Lakbérfizetési halasztásra lesz lehetőség, aki önkormányzati lakásban lakik, és bizonyíthatóan a koronavírus kapcsán kerül gazdaságilag nehéz helyzetbe, akkor kérheti a lakbérének halasztását. Nyilván ehhez kérelemre van szükség. A kommunális adó fizetési halasztás, részletfizetés, esetleg csökkentésre vonatkozó kérelem ugyanezzel a logikával, mint ahogy ezt az előbbiekben elmondtam. Nyilván az elmúlt időszak intézkedései azért, vagy a bekövetkezett események elég jelentős költségvetési kihatással rendelkeznek, ezért az önkormányzat azt gondolta, hogy először önmagán kezdi a takarékosságot. Én polgármesterként is, de az alpolgármester kollégák is a költségtérítésükről lemondanak 100%-ban. A képviselőknek, bizottsági tagoknak a tiszteletdíjának a megvonásáról döntöttem, ez május 1-től fog életbe lépni. A hivatali kiadások csökkentését határoztuk el. A sportegyesületek, civil szervezetek támogatásának az áttekintése kapcsán egy 30%-os javaslatot kaptam, amit én elfogadtam. Áttekintjük a beruházásainkat, és azokat a beruházásokat, amiket el tudunk most halasztani, vagy át tudunk tolni a következő időszakra, azokat is lecsökkentjük. Ez egy bő 100 millió forintos nagyságrendet fog összességében elérni, legalábbis ezt szeretnénk megvalósítani. A gazdaságot érintő döntéseink, ez adókönnyítés kérelemre. Itt legfőképpen építményadóban gondolkodunk, de ez más adónemben is előfordulhat. Azok a bérlők, akik önkormányzati ingatlan bérelnek, és gazdaságilag nehéz helyzetbe kerültek, azok kérhetik a bérleti díj csökkentését vagy elengedését. Szeretnénk egy olyan pénzügyi alapot létrehozni, amely a vészhelyzet miatt a működésüket, vállalkozásuknak a működését korlátozó intézkedések
ellehetetlenítették egyébként a működésüket, őnekik próbálunk egyből a pénzügyi alapból segítséget nyújtani. Szeretnénk a Bocskai Koronát, mint már most már közel egy évtizede a városban, a város gazdaság életében jelenlévő motort egy picit fölpörgetni. Ebben az Agrárgazdasági Kamara és a Kereskedelmi Iparkamarának a együttműködését is szeretnénk kérni, szeretnénk a helyi vállalkozásokat bevonni. Igazából arra szeretnénk őket ösztönözni, hogy az általuk adott, a dolgozóik irányában adott jövedelem egy részét, ha lehet, akkor Bocskai Koronában tegyék meg. Ez azt jelenteni, hogy a helyi kiskereskedelem és a vállalkozások számára egy olyan fizetőképes kereslet jelenne meg, ami eddig nem volt jelen, vagy nem volt ilyen mértékben jelen a városban. Másik olyan információ, amit meghoztunk, vagy olyan döntés, amit meghoztunk, hogy azok az információk, vagy azok a döntések, amelyek kormányzati szintről érkeznek, és ezek lehetőségek, akár gazdasági társaságok, akár magánszemélyek számára, minél pontosabban és minél gyorsabban jussanak el a város lakói számára, hogy tudjanak ezekkel a lehetőségekkel élni, minél több forrást tudjunk hozni a város gazdasági életében. Arról az örömhírről tudok beszámolni, hogy a gazdasági társaságok tekintetében most úgy látjuk, hogy nem kell elbocsátásokkal számolni. Ennek nyilván egyrésztől a kormányzati intézkedéseknek a kiterjesztése ad egy kellő alapot, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír. Nem kapkodtunk egyébként, ugye mind március, mind április úgy vittük végig, hogy változatlan munka feltételekkel tudtak a dolgozóink dolgozni, és szerintem ez egy fontos kivárás volt, és most pedig olyan foglalkoztatási rendre tudunk átállni, ami mind a gazdasági társaságok számára, mind az önkormányzat számára egy elbírható terhet jelent. Szeretnék arról beszámolni a város lakosságának, hogy a Zöldváros projektnek, amit most már tényleg évek óta várunk, a szerződésnek az aláírása előtt állunk, és tulajdonképpen mostani tudásunk szerint májusban el tud kezdődni a munkálatok, el tudnak kezdődni a munkálatok. Itt én azt kérném a város lakosaitól, legfőképpen az ott lakó emberektől, hogy itt most legyenek türelmesek és segítőkészen álljanak a munkálatoknak a várható kellemetlenségének az elviseléséhez is. Értik történik ez a beruházás, és én bízom benne, hogy közös megelégedésre fog megvalósulni. Azért, hogy ez átlátható legyen a képviselőtestület teljes egésze számára, én Török István alpolgármestert kértem meg, hogy gyakorlatilag ügyelje ezt a feladatot, és minden információ, ami egyébként az önkormányzatán rendelkezésre áll, ez az ő rendelkezésre is álljon. Szeretném jelezni, hogy április közepétől a tavaly elnyert közel 32 millió forintos belügyminisztériumi forrásból elindult a járdák és utaknak a felújítása. Maga ez a program, amikor összeállt, ezen nagyon sokat dolgoztunk, és én itt külön szeretném megköszönni az alpolgármestereknek, hiszen velük folyamatos volt a konzultáció, ők közülük pedig kiemelte Nagy Legény Ildikónak azt a munkát, amit az elmúlt hetekben ennek a csomagnak az összeállítása kapcsán elvégeztek. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy folyamatosan igyekszünk ezekben az ügyekben egyrészt tájékoztatást adni és véleményt kérni egyébként a képviselőtestület tagjaitól. Ez így történt ebben az esetben is, a mai napon egyébként a polgármesteri döntéshozatalra előkészített témákat átbeszéltük az alpolgármesterekkel és a képviselőcsoportoknak a vezetőivel. Nyilván alapvetően egy sor témában egyet tudtunk érteni. Ebben az esetben itt a gazdasági csomagról egy tájékoztatást tudtunk adni. Későbbiek folyamán egyébként szeretnénk majd ezt részletesebben is kibontani, és még áttekinthetőbbé tenni a város lakosságának a számára is. Itt van előttem egy jelkép, egy virág, és gyakorlatilag a hét végén anyák napját ünneplünk. Egy picit most másképp, mint általában, tehát egy picit távolabbról, egy picit más szokásrenddel. Főleg ott, ahol egyébként 65 év fölöttiek az édesanyák vagy nagymamák, egy picit még fokozottabban kell rájuk vigyázni, figyeljünk rájuk, és azt a fajta biztonság
alapot, amit az elmúlt időszakban kialakítottunk, azt próbáljuk megőrizni. Én erre biztatom a város lakosságát. Minden édesanyát szeretnék köszönteni a város vezetésének a nevében, egy kicsit most így jelképesen. Ez a virág jelképezze azt a köszönetet, amivel tartozunk édesanyáknak és a nagymamáknak. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mindenkit arra biztatok, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amit majd a könnyítések adnak május 1-től, de ne éljünk ezekkel vissza. Próbáljuk megőrizni a rendet a városban, és bízom benne, hogy akkor, amikor végére ér ez a járványhelyzet, akkor nem gyengébben, hanem erősebben tudunk ebből kilábalni. Nagyon fontos itt a szolidaritás, és én azt gondolom, hogy az a gazdasági csomag is, amit én most itt fölvázoltam, ennek is ez az alapja, hogy szolidálisak vagyunk egymással, és közösségként közösen vállalunk akár néha áldozatokat is azért, hogy jól tudjunk ebből a helyzetből kijönni, és akik pedig bajba kerültek, azoknak tudjunk segíteni. Köszönöm, hogy meghallgattak.